Szeretettel köszöntöm nézőnket, itt vagyunk kint az ókatolikus temető hátsó részén. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy többen megkeresték szerkesztőségünket azzal, hogy itt munkátok folynak, hogy mi is történik pontosan, arról Gulyás Zsolt plébánossal beszélgetünk. Tavasszal már elmondta a Karcag Televízió nézőinek, hogy itt szeretné rendbe tenni ezt a kis elhanyagolt sírkert részt. Akkor gondolom ez történt most meg. Valóban úgy volt, hogy tavasszal voltunk itt, és többször le is adták azt a filmet, amiben én beszámoltam arról, hogy a temetőink nagyon nagyok, nagyon elhanyagoltak, és hogy feltétlenül szükséges bizonyos munkálatokat megtenni. Ezen évben, 2012. február 26-án egyháztanács gyűlést tartottunk, és ezen a gyűlésen egyöntetűen megszavaztuk azt a dolgot, hogy szükségünk van egy olyan vállalkozóra, aki segít nekünk ebben a rendbetételben, és hogy a temetőinket az erőnkhöz mérten, de szükségesen betartani. 2010-ben, amikor én ide kerültem, akkor belecseppentem ebbe az egészbe. Több mindent nem értettem, jöttek a fölháborodott méltatlan telefonok, hogy rendkívül gazos a temető, méltatlan az ősökhöz, illetve hát akik a temetőben nyugosznak. Többen olyanok, akik nem is elszármaztak Karcagról, telefonáltak. És hát ugye én akkor csak úgy néztem, hogy mit tettem én azért, hogy ilyen telefonokat kapok, hiszen most kerültem ide egy-két hónapja is, pedig abban az évben is az önkormányzat segített abban, hogy tőle telhetően, amit tudott, úgy igyekeztünk rendbe, illetve igyekeztek rendbe tenni. Tehát sürgető volt az a feladat, hiszen éveknek a fölhalmozott dolga, ami hát tényleg a elhanyagolt temetőnknek a látszatát tette, valamit szükséges volt tenni. Az új katolikus temetőben talán emlékeznek arra is, hogy ott voltak a szalmabálák több éven keresztül tele férgekkel. És hát ez nem tűrt halasztást. Vagy az, hogy ezekben a telefonokban, ezekben a beszámolókban olyan is történt, hogy az vadak, hogy vadaknak a helye, őzek jönnek, lelegelik a sírokat, ami valószínűleg ezután is meg lesz, mert nincsen kerítés. De például olyanról is volt szó, amit nem tettem így a nyilvánosság elé, szóltunk a vadásztársaságnak, de bizony vadak, tehát rókák fészkeltek be bizonyos sírokba, és csontokat hoztak ki, emberi maradványokat a sírboltokból. Tehát azt gondolom, hogy ettől méltatlanabb dolog nincsen, és hát ezért is tűnt sürgetőnek, hogy a plébánia felújítás után, amennyire tőlünk telik, igyekezzünk a temetőinket is rendbe tenni. Ezt a felhívást a Karcagi Hírmondó újságban is többször beletettük. Azt hiszem, hogy március 23-a, április 20-ai számban mindenképpen benne volt. A Karcag TV-ben is, és köszönöm ezúton is a televíziónak a segítségét, hogy ezt a felhívást meg tudtuk tenni. A webes oldalunkon, a plébánia weblapján szintén föl van ez a felhívás, amelyben 2012. június 1-je lett megjelölve, hogy akiknek vannak hozzátartozók a temetőkben, a 25 éves jogosultság lejárt, akkor minél hamarabb jelentkezzenek, mert az adatoknak is a hiányában álltunk. Pontosan amiatt, hogy tudjuk, hogy mely sírokhoz nyúlhatunk, vagy melyek azok, amelyekhez nem. Többen megkerestek, rendeztek, ezért is szeretnék köszönetet mondani azoknak a hozzátartozóknak, akik fontosnak gondolták, hogy a őseiknek a sírját rendbe tartsák, illetve hogy meg legyen váltva. Hiszen a temetőnknek abból van bevétel, ami sírhelyeket el tudunk adni, és amit fenntartási díjnak tudunk kérni. És itt a boldogulásunknak az egyik nehézsége, hogy kevesen vásárolnak sírhelyeket a katolikus temetőben. Ezt részben értem annak az összefüggésében, hogy hát többen exhumáltatták is a sírjukat, tehát itt ezen a részen is, mert hát olyan áldatlan állapot volt, ami nem méltó az elhunytakhoz. Tehát az anyagi dolgaink nagyon behatároltak, mert mi is viszonylag szűkösen élünk, de hát
az, hogy a temetőinket rendbe tudjuk tartani, ezt csak erre tudunk támaszkodni. Azt is meg kell említeni, hogy az elmúlt évig a fenntartási díj 4000 forint volt. Ez, hogyha 25 évre elosztjuk, ez kb. 180 forintot jelent egy évre. És ez ezt jelent azt, hogy a szemetet el tudjuk szállítani, azt, hogy a temetőnek a környezetét rendbe tudjuk tartani, mert nyilván azt is lehet tapasztalni a temetőben, amikor nincsenek már hozzátartozók, hogy bizony fölveri a gaz a sírokat, és hát nem az egyházközségnek a feladata ez, akinek a tulajdonában van a temető, hanem azok, akik megváltották. Természetesen, amikor lejár, és ha nem kívánják megváltani, akkor visszaszáll az egyháznak a tulajdonába. Hát ezek után, az előzmények után szerettük volna ezt a temető részt is úgy rendbe tenni, és hát amennyire így lehet látni. Itt körülbelül egy olyan 12-15 síremlék volt, ami nem jelentkeztek hozzátartozók, tehát semmiféle koszorú maradvány sem volt, amiben lehetett ezt látni. Volt olyan síremlék is, ami már balesetveszélyes is volt, és hát ezeket gyűjtöttük egy helybe. Mondjuk aztán nem a legmegfelelőbb volt, ahogyan össze lett gyűjtve, és ebbe a jövőben mindenféleképpen fogunk vigyázni, hogy ilyen ne fordulhasson elő. De hát a kiszedéskor nem a legmegfelelőbben történtek, illetve hát voltak, amelyek meg voltak repedve, eltörtek síremlékek, de ezt utána igyekeztünk mi hamarabb orvosolni. Tehát szerda délelőtt azt a kupacot, amelyben gyökerek, meg hát minden ilyen egyéb maradvány, ami itt nagyjából lehet látni, összehúzásra került, azokat elszállítottuk, és ezeket a fejfákat, ezeket kiemeltük a összetörtekkel együtt, és hát majd ebben szeretnék majd ismét segítséget kérni, hogy itt a temetőnek egy szegletében szeretnénk ezeket a síremlékeket elhelyezni, és olyan méltó helyet állítani, amiben tudjuk tovább őrizni ezeket az emlékeket. Itt, ahol most itt állunk, ez a temetőnknek az egyik legértékesebb része. Szabad szemmel is jól lehet látni, hogy a síkból kiemelkedik, és itt az Alföldön nagy jelentősége van annak, hogy kicsit kiemelkedjünk, főleg akkor, amikor télvíz idején a víz megjelenik. Tehát itt a katolikus temetőben úgy hallom, hogy azért nagyon kevésszer itt ezen a részen jelenik meg a víz. És hát mi ezt szeretnénk, hogyha ezt újra használni tudnánk, ezt a temetőt. Az az érdekesség, hogy a temetőnek az első részében vannak sírhelyek, amelyek most is megvannak, és hát a további terv és itt a segítségekre támaszkodva szeretnénk az utat, legalábbis az útalapot képíteni, hogy egészen idáig el lehessen, hát nem idáig, hanem a temetőnek az első részébe, hogy újra szívesen temetkezzenek ide az emberek. Hogyha mégis aki úgy gondolja, hogy itt ezen a helyen szeretne nyugodni, akkor erre meg lehessen a lehetősége. Említett, hogy a másik temetőben is ott volt a rengeteg rothadó szalmabálák, azok szerencsére már eltűntek. Ott esetleg terveznek-e valami más beruházást, vagy felújítást, vagy egyáltalán bármilyen munkálatot? Hát az a legfontosabb dolog, és ezt tartjuk szem előtt, hogy amennyire lehet, tisztán tudjuk tartani, és rendben tudjuk tartani a temetőt, ami azt jelenti, hogy munkaerőnk nincsen, a kézi kaszálás az rendkívül nehéz, tehát itt ezeket a sírokat kaszálni, itt is ezért kerültek a síremlékek elszállításra, ott is szeretnénk tovább folytatni, tehát azokat az elhanyagolt régi sírkereszteket, sírjeleket szeretnénk majd összeszedni, tehát ott is szeret, pontosan amiatt, mert a gaz, a cserje rendkívül veszélyes, és én azt gondolom, hogy ha valami belátható, az már ad egyfajta nyugalmat, meg egyfajta békességet, meg azt hiszem, talán a természetnek a közelségét is. De az elgazdosodott rész, az meg pont az ellenkezőjét hozza elő. Tehát azt gondolom, hogy a őseinknek, elődeinknek a méltóságát akkor tudjuk megőrizni, hogyha először is rendben tartjuk azt, ami van. Tehát ott is, azt most egyenlőre ott rendben szeretnénk tartani, aztán majd a későbbiekben, hogy hogyan alakul, azt majd meglátjuk. Minden esetre a zöldesítést, a fásítást, azt már idén ősszel szeretnénk elkezdeni, és hát itt is szeretnénk majd segítséget kérni,
remélhetőleg talán kapunk is. A temetőnek a rendbetétele nem csak ebből áll, amit most itt látunk, hanem egy viszonylagos nagyméretű adminisztratív munka van mögöttünk. Ugyanis az történt, hogy a sírhelyeket lefényképeztük egyenként, mindegyiknek a síremlékeken keresztül a részbeni adatokat felvittük, de természetesen a hozzátartozóknak a hozzátartozókat sok esetben nem ismerjük, nem tudjuk, hogy kik azok. És hát természetesen ebben az adminisztratív dologban is, akik segítettek, hozzájárultak, támogatták ezt a dolgot, őnekik is szeretnék köszönetet mondani. És hát a jó érzésű karcagiaknak szeretném a megértését kérni, támogatását arra vonatkozólag, hogy itt valami szépet tudjunk alkotni. Tehát itt nekem az a célom, meg az egyházközségünknek az a célja, hogy itt újból egy olyan hely legyen, ahová szívesen jönnek az emberek temetkezni, és ahol az őseinket is, meg ahol talán mi is majd egyszer nyugodhatunk. Azt is tudom, hogy a születés az vérrel és fájdalommal jár. Tehát tudom, hogy akkor, amikor egy temetőt felszámolunk, vagy bizonyos síremlékeket összegyűjtünk, nehéz érzések jönnek föl az emberben. Hogy ezzel mit lehet tenni, nyilván amit tudunk, azt megpróbáljuk tenni, hogy ne ellenérzés, ne váltsunk ki, de kérem annak is a megértését, hogy valami új is elkezdődhessen, és abban megkérem a lakosságnak a segítségét, meg támogatását. Úgy gondolom, hogy ennek a mostani, ön mondta, hogy nem mindig a legszakszerűbben sikerült ezt megvalósítani, tanulságait akkor önök is levonták, és mindenki, aki ebben részt vett, és akkor a folytatásban akkor ezt hasznosítva fognak egy picit nem megsértve a hozzátartozóknak az érzéseit járni. Én azt gondolom, hogy hozzátartozókat nem tudok hozzátartozókról, mert hogy nem jelentkeztek. Tehát június 1-ig, és ugye azóta már több mint 3 hónap eltelt, nem jelentkeztek hozzátartozók. Én azt gondolom, hogy elhaltak, vagy távolban vannak, vagy tényleg annyira az ükszülőkről lehet szó, hogy már lehet, hogy nem is emlékeztek rá. Sajnálom, hogy nem jeleztik, mert hogyha dolgokat jeleztek volna, akkor elején orvosolni lehetett volna ezt a dolgot. Kicsit körültekintőbbek leszünk, és természetesen a jövőben erre szeretnék figyelni, hogy minél nagyobb összhangban előre tudjunk menni. Hát akkor reméljük, hogy legközelebb akkor időben tudjuk tájékoztatni mindazokat, akiknek szeretteit fekszenek a katolikus temető bármelyik részében, és akkor vissza fogunk térni arra, hogy amit ön elmondott, abból mikor sikerül valamit megvalósítani. Igen, remélem, hogy amikor már visszatérünk, akkor valamit már tudunk mutatni. Köszönjük szépen!